Sokat gondolkodtam, sőt imádkoztam is azért, hogy Istenem, milyen üzeneted van ma, vagy lenne ma mindazokhoz, akik itt lesznek. És másfél-két héttel ezelőtt éreztem a szívemben, hogy arról kell beszélnem, hogy miért nem megy Isten nélkül. Miért nem megy az élet Isten nélkül. És ez ott volt a szívemben, de nagyon sokat imádkoztam, hogy Istenem, hogyan mondhatnám ezt én el. Hiszen én, amikor ismerlek téged, közösségben élek veled, számomra annyira egyértelmű, hogy nem tudok élni nélküled. Hogy nem megy az élet nélküled. De hogyan magyarázhatnám el ezt másoknak? Hogyan tudnám összefoglalni? Hogyan tudnék segíteni annak a meglátásában, hogy mindannyiunknak szüksége van Istenre? Úgyhogy imádkoztam, forgattam magamba, és úgy hiszem, hogy egy néhány olyan gondolatot kaptam, ami segíteni fog nektek mindannyiunknak ebben a kérdésben. Jézus talán legszebb, legdrámaibb példázata, a tékozló fiú példázata. Úgyhogy most szeretném ezt felolvasni nektek, legalábbis az első részét ennek a példázatnak, és ebből kiindulva osztanék meg veletek egy néhány gondolatot. Ez a példázat a Lukács evangéliumának a 15. fejezetében olvasható, a 11. verstől kivetítettem, figyeljétek, hallgassátok. Azután így folytatta Jézus. Egy embernek volt két fia. A fiatalabb ezt mondta az apjának. Atyám, add ki nekem a vagyon rámeső részét. Erre megosztotta köztük a vagyont. Néhány nap múlva a fiatalabb fiú összeszedett mindent, elköltözött egy távoli vidékre, és ott eltékozolta a vagyonát, mert kicsapongó életet folytatott. Miután elköltötte mindenét, nagy éhínség támadt azon a vidéken, úgyhogy nélkülözni kezdett. Ekkor elment, és elszegődött annak a vidéknek egyik polgárához, aki kiküldte őt a földjeire disznókat legeltetni. Ő pedig szívesen jól lakott volna akár azzal az eleséggel is, amit a disznók ettek, de senki sem adott neki. Ekkor magába szállt, és ezt mondta. Az én apámnak hány bérese bővölkedik kenyérben, én pedig itt éhen halok. Útra kelek, elmegyek apámhoz, és azt mondom neki. Apám, vétkeztem az ég ellen, és te ellened. Nem vagyok többé méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek. Tégy engem olyanná, mint béreseid közül egy. És útra kelve el is ment az apjához. Még távol volt, amikor apja meglátta őt, megszánta, elébe futott, nyakába borult, és megcsókolta őt. A fiú ekkor így szólt hozzá. Apám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, és nem vagyok méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek. Az apa viszont ezt mondta szolgáinak. Hozzátok ki hamar a legszebb ruhát, és adjátok reá. Húzzatok gyűrűt a kezére, és sarut a lábára. Azután hozzátok a hízott borjút, és vágjátok le. Együnk és vigadjunk, mert ez az én fiam meghalt és feltámadott. Elveszett és megtaláltatott. És vigadozni kezdtek. Ha a legfontosabb üzenetet akarnám most rögtön elmondani nektek, akkor az két szó lenne, ami így hangzik, hogy gyere haza. Gyere haza. És ezt nem én mondom, hanem ezt Isten mondja. Ez a példázat rólunk szól, és Istenről szól. És arról, hogy mi emberek hogyan kezdünk el élni Isten nélkül, és milyen következményei lesznek ennek, és hogy mi a megoldás erre a dologra. A megoldás az, hogy hazajövünk Istenhez. Hogy elhatározzuk, többé nem fogunk Isten nélkül élni. Nem fogjuk a saját utunkat járni, hanem visszatérünk ő hozzá, az atyai házhoz, ahonnan elindultunk, ahol igazából a helyünk lenne, ahol jó nekünk, és mostantól kezdve vele fogunk élni. Nem azért, mert bárki kényszerít bennünket erre, hanem azért, mert mi felismertük, hogy nekünk az Istenre van szükségünk, és nekünk az Istennel jó. Ez a fiú,
aki úgy döntött, hogy most az apa nélkül fog egy darabig élni. Igazából szerintem úgy gondolta, hogy most már mindig az apa nélkül fog élni. Sok viszontagság közepette felismert valamit, és rádöbbent arra, hogy nem megy Isten nélkül. Nem megy az apám nélkül. Úgy gondoltam, hogy menni fog, de végül is nem megy Isten nélkül. Tudjátok, sokan vannak, akik Isten nélkül élnek. Mit jelent az, hogy Isten nélkül élnek? Ez azt jelenti, hogy nem foglalkoznak Istennel, nem gondolnak Istenre. Az életükben nem játszik szerepet Isten. Nem tudom, hogy te milyen ember vagy, hogy te hogy élsz, hogy Istennel élsz, vagy Isten nélkül élsz. Lehet, hogy úgy élsz, hogy nem gondolsz Istenre, hogy nem játszik szerepet Isten az életedben, hogy nem foglalkozol vele. És most nem csak nektek mondom, akik itt vagytok, hanem neked is, aki az interneten keresztül nézel engem. Lehet, hogy Isten nem játszik szerepet az életedbe. Lehet, hogy nem gondoltál rá eddig. Lehet, hogy úgy érezted, hogy nem szükséges neked, nincs szükséged Istenre. Szóval vannak emberek, akik Isten nélkül élnek. Az Isten nélküli élő embereknek is két csoportja van. Az egyik csoportban azok vannak, akik nem azért élnek Isten nélkül, mert ez egy tudatos, világnézeti döntés lett volna a részükről, hanem egyszerűen csak azért, mert így alakult. Mert valahogy eddig nem hozta úgy az élet, hogy Isten felé forduljanak, nem gondoltak arra, hogy Istennel kellene élni, nem mondta ezt nekik különösen senki, szóval egyszerűen kimaradt Isten az életükből. Valahogy eddig nem érezték szükségét annak, hogy Istenhez forduljanak. De az Isten nélkül élő embereknek van egy másik csoportja is, azok, akik tudatosan így döntöttek. Akik tudják, vagy érzik, hogy van Isten, esetleg foglalkozhatnának Istennel, de az ő részükről ez egy tudatos döntés, hogy nem akarnak Istennel élni. Úgy gondolják, hogy nincs szükségük Istenre, sokan még a létét is kétségbe vonják Istennek, vagy egyszerűen tagadják. Emlékszem, hogy sok-sok évvel ezelőtt, még amikor fiatal voltam, akkor egy lakótelepen missziós munkát végeztünk Budapesten. És azt csináltuk, hogy egy nagy sátorban esténként nyilvános összejöveteleket tartottunk, zenével, igehirdetéssel. Az volt a célunk, hogy valahogy az emberek figyelmét felhívjuk Istenre, Jézus Krisztusra. És hát napközben pedig jártuk a házakat, és bekopogtattunk a lakásokba, és meghívókat adtunk az embereknek ezekre az esti rendezvényekre. És emlékszem, hogy az egyik lakótelepi lakásnak az ajtaján, amikor bekopogtam, kijött egy ilyen félig felöltözött trikóban lévő férfi, és mikor adtam neki meghívót, és mondtam neki, hogy szeretném meghívni egy ilyen nyilvános keresztény rendezvényre, akkor teljesen kikelt magából, szinte megijesztett, és azt mondta, hogy én nem hiszek Istenben, majd felemelte a karjait így, és azt mondta, ezek az én isteneim. Én ebbe hiszek. Minden, ami az életemben van, ezzel a két kézzel értem el. És úgyhogy majd, hogy nem menekülőre kellett fognom a dolgot. Szóval vannak emberek, akik úgy gondolják, hogy nincs szükségük Istenre. Ők nem akarnak Istennel élni. A tékozló fiú példázatának az első, legnagyobb tanulsága az, hogy nem megy Isten nélkül. Tudjátok, van, aki már felismerte ezt, és van, aki még nem ismerte fel. De teljesen mindegy, hogy felismerted, vagy nem ismerted fel. Igazából nem megy Isten nélkül. Az mindannyiunkban közös, hogy szeretnénk jó életet élni. Igaz? Az mindannyiunkban közös, hogy szeretnénk boldogok lenni, szeretnénk, ha jó dolgok történnének velünk az életben, szeretnénk, ha jól éreznénk magunkat, szeretnénk a békességet, szeretnénk az örömöt, szeretnénk azt, hogy élvezzük ezt az életet, de ez a cél, ez nem érhető el, nem valósítható meg Isten nélkül. Senkinek sem megy az élet Isten nélkül. Szeretném azt is elmondani, hogy nekünk nem általánosságban egy Istenre van szükségünk, vagy a hitre van szükségünk. Mert nagyon sok embertől hallottam már, ez egy ilyen nagyon közkeletű nézet, hogy igen, mindenkinek hinni kell valamiben.
És amikor beszélgetek valakivel Istenről, Jézus Krisztusról, akkor vannak, akik nagyon toleránsan, egyetértően helyben hagyják ezt a dolgot, és azt mondják, igen, igen, ez tényleg nagyon jó, hogy te hiszel Jézus Krisztusban. Igen, igazából mindenkinek szüksége van hitre, és szüksége van arra, hogy valamibe higgyen. Nagyon jó, hogy te megtaláltad a te hitedet, te ebben hiszel, látszik rajtad, hogy ez neked jó. Én másban próbálom megtalálni a hitet, a harmadik ember egy harmadik dologba, és annyi mindenben meg lehet találni ezt a támaszt, ezt a hitet. Az a lényeg, hogy mindenki találja meg valamiben. Na most szeretném leszögezni, mielőtt tovább mennék, hogy nekünk nem valamiféle hitre van szükségünk. Nekünk nem egy valamiféle Istenre van szükségünk, hanem nekünk az Istenre van szükségünk. Nekünk az Istenbe vetett hitre van szükségünk. Arra az Istenre, aki egyedül Isten. Nagyon sok Istent tartanak számon az emberek. Nagyon sokféle hitvilággal bírnak az emberek a föld kerekségen. De valójában egyetlen Isten van. Az ő személyazonossága összetéveszthetetlen, senki mással nem keverhető. Ugyanúgy, mint ahogy belőlem egyetlen egy van a világon. És hogy te azt mondod, hogy velem ismerkedtél meg, de egy másik emberről beszélsz, akkor nem velem ismerkedtél meg. Isten egy Isten. Nem keverhető össze senki mással. Az a jó, hogy ezt az Istent nem nekünk kell megkeresnünk, kikutatnunk a saját erőnkből. Nem barkóbáznunk kell. Nem felfedező útra kell mennünk a világon mindenhova, hogy valahogy kitaláljuk, hogy ki lehet ez az Isten. Mert Istennek, a valóságos Istennek az egyik legfontosabb jellemzője, hogy ő megmutatja magát. Ő kinyilatkoztatja magát. Az Isten a kinyilatkoztatásnak az Istene. Ez azt jelenti, hogy az emberiség történetének a kezdetétől fogva Isten mindig szólt az emberhez. Mindig belépett az embernek az életébe. Megmutatta magát az embernek. És ezért az embernek nem magának kell kitalálnia, hogy ki ez az Isten. Szólt Ádámhoz, amikor megalkotta. Sőt, velük volt rendszeresen. Aztán, amikor bűnbe estek, és kiüzettek az Édenből, akkor Isten rendszeresen jelt adott önmagáról az embernek. Istennek voltak prófétái, már az özönvíz előtt is voltak prófétái, Énók, vagy Noé. Aztán az özönvizet követően Isten nagyon hamar kiválasztott egy embert, Ábrahámot, akihez szólt hallható hangon, minden kétséget kizáróan, utat mutatott neki, mondta, hogy mit tegyen, merre menjen, beszélt vele. Később is, amikor nagy néppé tette az ő utódait, akkor Isten mindig küldött prófétákat, akik keresztül világosan, egyértelműen elmondta, hogy ő kicsoda, és hogy ő mit akar. És beavatkozott az ember életébe, csodákat tett, történelmi tettekben mutatta meg az ő valóságát az ember számára. Aztán, amikor eljött annak az ideje, akkor az ő egyszülött fiát elküldte ebbe a világba, aki a názareti Jézusban öltött testet. Konkrét történelmi személyként itt járt ezen a földön, és azt mondta, hogy azért jöttem, hogy lássátok, hogy kicsoda Isten. Azért jöttem, hogy megmutassam nektek az Istent. Az atyát nem látta senki, de én azért jöttem, hogy kijelentsem őt nektek. A názareti Jézus Krisztus itt járt ezen a földön. 3-3,5 évig végezte az ő szolgálatát, és teljesen világos képet adott nekünk az Istenről. Bemutatta, hogy kicsoda Isten, hogy mit akar Isten, hogy hogyan viszonyul hozzánk Isten, és végül feláldozta magát a kereszten a mi bűneinkért. És teljesen világosan beszélt róla, hogy ez azért történt, hogy ne legyen akadálya annak, hogy mi visszatérhessünk Istenhez. Hogy a bűneink, amelyek elválasztanak bennünket az Istentől, többé ne választ el bennünket. És hogyha valaki hisz Jézusban, megkéri, hogy az ő bűneit is vegye el, akkor kapcsolatba léphet ezzel az élő Istennel. Mindezek a bizonyságok, ezek a kijelentések, amelyeket Isten adott önmagáról az ember számára, azok dokumentálva vannak ebben a könyvben. Ez a Szentírás. Azért hívjuk Szentírásnak, mert minden más írástól elkülönül. Ez az az írás, amin keresztül Isten mutatja meg magát az ember számára. Szóval, nem valamilyen hitre van szükséged, hanem a valódi Istenbe vetett hitre van szükséged. Nem valamilyen Istenre van szükséged. Nem valamilyen spirituális kapaszkodóra van szükséged, hanem neked az egyetlen, valódi, igaz Istenre van szükséged. Mert ő az, aki alkotott téged, és csak ő nála, ővele élhetsz teljes életet. Szóval az üzenetemnek azt a címet adtam, hogy miért nem megy Isten nélkül.
Miért vagyunk olyanok, mint a sötét erdőben eltévedt vándor Isten nélkül? Miért nem megy Isten nélkül? Ha nagyon lényegre törően, leegyszerűsítve akarnék választ adni erre a kérdésre, akkor azt mondanám, hogy azért nem megy Isten nélkül, mert ezt az egész életet, meg mindent, amit körülvesz bennünket, ezt ő találta ki, ezt ő alkotta meg, és ezt ő tartja fenn. És ahogyan egy növény nem képes élni a gyökerei nélkül, ahogyan egy kisgyermek nem képes életben maradni a szülei nélkül, vagy valaki nélkül, aki gondot viselne őróla, mi emberek nem vagyunk képesek normális, teljes életet élni, ami teremtőnk és ami fenntartunk nélkül. Szükségünk van Istenre. De ennél egy picit részletesebb választ szeretnék adni a kérdésre, hogy miért is nem megy Isten nélkül. Van 5 dolog, amire tulajdonképpen minden embernek szüksége van ahhoz, hogy igazi életet tudjon élni. Független attól, hogy hívő vagy nem hívő, erre az 5 dologra szüksége van. Mi ez az 5 dolog? Először is tudnia kell, hogy mi az élet értelme. Igaz? Ez valahol egy nagyon belső vágy bennünk. Ez nem materiális, ezt nem ehetjük meg, nem ihatjuk meg, nem kenhetjük a hajunkra. De valahol ott van a lelkünkben az a vágy, hogy tudnom kell, hogy mi az értelme az életemnek. Egyszerűen tudnom kell, hogy miért vagyok, miért létezem, miért van szüksége az embernek arra, hogy ezt érezze, hogy tudja. Azért, hogy megfelelő célokat tűzhessen ki maga elé, és megfelelő tevékenységeket választhasson. Szóval akár hívő vagy, akár nem vagy hívő, valahol a lelkedben ott van az a vágy, az a szükség, hogy tudjam, mi az életem értelme. Van egy második szükséglet is minden ember szívében. Minden embernek szüksége van egy stabil viszonyítási pontra. Egy olyan letisztult szellemi erkölcsi értékrendre, hogy úgy mondjam, egy belső iránytűre, ami segít neki abban, hogy helyes döntéseket hozzon az életében, és hogy az életét helyes irányba terelje. Igaz? Valahol minden ember vágyik erre, hogy mi alapján hozzam meg a döntéseimet. Hogy szükségem van valamilyen értékrendre, valamilyen viszonyítási pontra, valamilyen iránytűre, ami egy szellemi, erkölcsi iránytű. Minden embernek szüksége van erre. A harmadik dolog, hogy minden embernek úgy hiszem, hogy szüksége van plusz lelki erőre. Na nem mindig, de olykor igen. Néha egész gyakran, néha ritkábban, de mindannyian belekerülünk olyan élethelyzetbe, amikor egyszerűen azt érezzük, hogy a saját erőnk kevés. Voltál már így? Azt érezted, hogy ahhoz, hogy megbirkózz a körülményeiddel, a helyzeteddel, hogy megbirkózz saját magaddal, valamilyen plusz lelki erőre van szükséged. Mert ezzel nem rendelkezel saját magadban. Egy negyedik szükséglet. Mindenkinek szüksége van valamilyen rejtek helyre. Valamilyen búvó helyre. Valamilyen olyan zugra az életében, ahol védelmet és biztonságot talál, amikor úgy érzi, hogy az egész világ összeesküdött ellene. Van, amikor így érezzük? Egyszerűen mindent úgy csinálunk, mint ahogy szoktunk, de mégis azt érezzük, mintha minden összeesküdött volna ellenünk. Mintha semmi se úgy menne, mint ahogy mennie kellene. Mintha valami láthatatlan gonosz erők ösztüzébe kerültünk volna. És amikor az ember ezt érzi, akkor egyszerűen szüksége van valahova, valamire, ahova elbújhat. Ahol védelmet találhat, ahol menedéket talál ezekkel az erőkkel szemben. És van egy 5. dolog is, amire minden embernek szüksége van, ez pedig egy megoldás a halál kérdésére. Mert hogy egyszer mindannyian oda fogunk érni. Ez nem kérdés. Ahogy megszülettünk, úgy el is fogunk menni. Milyen választ adunk a halál kérdésére? Mi fog velünk történni, ha meghalunk? Mi a megoldás? Látjátok tehát, itt van 5 dolog, és most nem hívőkről beszélek.
Független attól, hogy valaki hívő vagy nem hívő, erre az öt dologra az életben szüksége van. Lehet, hogy vannak pillanatok, amikor úgy érzem, hogy nincs rájuk szükségem. De vannak pillanatok, amikor meg igen. Nos, ez az öt szükséglet nem tölthető be Isten nélkül. Ez az öt elemi szükséglet csak Istennel tölthető be egy ember életébe. Mert a megoldás, a válasz az Istennel van, Istenben van, Istennél van ezekre a dolgokra. Tehát miért nem megy Isten nélkül? Először is azért, mert Isten nélkül nincs értelme. Figyeljetek ide! Ha semmiből jöttünk, és csak a vak véletlenek, szerencsés összjátéka, hogy mi itt vagyunk, és amikor meghalunk, a semmibe megyünk, akkor igazából semminek nincs semmi értelme. Akkor egyetlen elfogadható életfilozófia létezik, hogy együnk, igyunk, szexeljünk, szerezzünk minél több pénzt, élvezzük ki, amit lehet, járassuk csúcsra az életet, ne törődjünk senkivel, mindenkin gázoljunk át azért, hogy mi a lehető legmagasabbra jussunk, utána úgyis vége lesz mindennek. Kedves barátaim, ha semmiből jövünk és a semmibe megyünk, akkor nincs semminek semmi értelme. Akkor nincs értelme az erkölcsnek, nincs értelme a lelkiismeretnek, akkor igazából nincs értelme semminek. Persze, lehet azt mondani, hogy az Isten nélküli élő emberek is találnak értelmet az életüknek, és ez igaz is. Van, aki megtalálja az élet értelmét a családjában, a gyerekeiben. Jó dolog? Igen. Van, aki megtalálja az élet értelmét valamilyen hivatásban. Hogy valamit adjon az emberiségnek. Valami művészi alkotást, valami tudományos felfedezést, valamilyen társadalmi változást, és sorolhatnánk tovább. Szóval az ember tud találni értelmet az életének, Isten nélkül is, csak tudjátok, hogy az életének az értelme, az valóban értelmet adott-e az életének, akkor fog kiderülni, amikor el kell mennie. Amikor szembesül a halállal. És rengeteg ember van, akit amikor a halál szele megcsapott, akkor rájött arra, hogy igazából amire az életét feltette, amiért élt, amilyen célokat kitűzött magának, az igazából értéktelen. Sok cél egyébként, sok célról már akkor kiderül, hogy téves volt, amikor elérjük azt. Lehet az élet célod az, hogy legyen egy jó autód. Ugye Isti mesélte, hogy annak idején, amikor focista volt, vágyott egy nagyon klassz autóra, nem is tudom milyen volt az, de megszerezte, és aztán pár hét után ellopták. Szóval az ember harcol, hajt, küzd célokért, és sokszor már, amikor eléri a célokat, akkor rádöbben, hogy ezért kár volt. Igazából a létezésünknek nincs értelme Isten nélkül, viszont Istenben van. Mert ha felismerjük és elfogadjuk, hogy ő alkotott bennünket, önmagával való közösségre alkotott, sőt, egy örökké való közösségre alkotott önmagával bennünket, akkor minden értelmet nyer. Minden a helyére kerül, és az a mélyen húzódó elemi kérdés, hogy mi a létem értelme, nem kérdés többé. Én nagyon hálás vagyok azért, hogy így élhetem az életemet. Tudom, hogy miért élek. Azért élek, mert az én teremtőm akarta, hogy éljek. Ő életet adott nekem, vele élhetek itt, vele élhetek egy hasznos életet ezen a földön, és amikor véget ér, akkor hozzá fogok menni. Dicsőség neki. A második ok, hogy miért nem megy Isten nélkül. Az, hogy Isten nélkül nincs útmutatás. Ahogy mondtam, minden emberben ott van az igény arra, hogy legyen valami viszonyítási pont az életébe. Legyen valami iránytűje, ami alapján meghozhatja a döntéseit, és az életének az irányát beállíthatja.
Na de figyeljetek, ha minden relatív, ha nincs Isten, akkor mihez kellene viszonyítanunk magunk az életünket? Akkor hogyan találnánk útmutatást az életben? Akkor hogyan dönthetnénk el azt, hogy mi a jó és mi a rossz? Ki mondja meg, hogy mi a jó és mi a rossz? Persze én. Ami nekem jó, az jó. De hogyha ami neked jó, meg ami nekem jó, az ellentétes egymással, akkor ki fogja megmondani, hogy mi a jó? Ki dönti el? Mihez viszonyítjuk az életünket? A Biblia azt írja a római levélben, az első fejezet 28.-31. versében. És mivel nem méltatták Istent arra, hogy megtartsák ismeretükben, Isten kiszolgáltatta őket az erkölcsi ítéletre képtelen gondolkodásnak, hogy azt tegyék, ami nem illik. Ezért tele vannak mindenféle hamissággal, gonoszsággal, kapzsisággal, viszálykodással, álnoksággal, rossz indulattal, besúgók, rágalmazók, istengyűlölők, gőgösek, dicsekvők, találékonyak a rosszban, szüleiknek engedetlenek, kíméletlenek, szószegők, szeretetlenek és irgalmatlanok. Micsoda lista! Leírja a Biblia, hogy hova jut az Isten nélkül élő emberiség. Ha Isten nélkül élem az életemet, akkor nincs útmutatás az életemben. Akkor élhetek úgy, ahogy akarok, tehetem azt, ami nekem tetszik, de ez rosszra vezet. És bizony az életben sokszor kerülünk olyan helyzetbe, amikor kiáltana a lelkünk valamilyen útmutatás után, hogy most mit csináljak, most hogy döntsek. Ha nincs Isten, akkor nincs igazi útmutatás. Persze vannak barátok, akik elmondják, hogy mit tegyek, vannak jó akarók, vagy rossz akarók, vannak tanítók, guruk, filozófiák, amelyhez fordulhatok, de valójában az életem útirányát a Teremtő Isten tudja jól meghatározni. Ezért írja azt a Biblia a 119. Zsoltár 105. versében. Lábam előtt mécses a te igéd, ösvényem világossága. Ha megismered Istent, és vele élsz, megismered az ő beszédét, akkor lesz útmutatás a számodra. És amikor szembesülsz egy kérdéssel, vagy egy döntéssel, hogy merre kellene haladnod, akkor Isten beszédéből útmutatást nyerhetsz. Tehát az ő igazsága az az abszolút viszonyítási pont, amihez igazíthatjuk az életünket. A harmadik dolog, hogy miért nem megy Isten nélkül? Mert Isten nélkül nincs erő. Ahogy mondtam, mindannyian időről időre belekerülünk olyan helyzetbe, amikor úgy érezzük, hogy az én erőm kevés. Egyszerűen abból a lelki állapotból, amelybe belekerültem, nem tudok kiemelkedni saját magam erejéből. Szükségem van valamilyen plusz lelki erőre. Az Úr Jézus egy alkalommal a következőt mondta, Máté Evangélium a 11. rész 28. versében olvasható. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és megvagytok terhelve, és megnyugvást adok nektek. Figyelitek? Megvagytok fáradva, megvagytok terhelve. Valamilyen plusz lelki erőre lenne szükségetek. Gyertek hozzám. Mondjátok el nekem. Osszátok meg velem. Csak egyszerűen gyertek hozzám. Öntsétek ki a szíveteket előttem. És mi fog történni? Megnyugvást adok nektek. Istennél van az a plusz lelki erő, amely erőt tud nekünk adni az ilyen gyenge pillanatokban. Nagyon sokszor a lelki erőre saját magunk miatt, saját magunk gyengesége vagy hibája miatt van szükségünk. A Biblia szerint minden emberben ott működik egy rosszra vivő, kényszerítő erő, amely olyan dolgokra késztet, amelyekről mi is tudjuk, hogy nem jók, nem helyesek, de mégsem vagyunk képesek ellenállni neki. A római levél 7. fejezetében a következőt írja a Biblia. Nagyon sokszor szoktam idézni ezt a szakaszt, mert szerintem rendkívül fontos dolgokról beszél. Szóval a Róma 7.21-től ezt írja a Biblia. Azt a törvényt találom tehát magamban, hogy miközben a jót akarom tenni, csak a rosszat tudom cselekedni. Tehát itt mondjuk egy jó szándékú emberről olvasunk.
aki jó ember akar lenni. Másoknak is jót akar, magának is jót akar. Jó szándékú ember. De nézzétek, mit ír a Biblia. Azt írja, hogy hát a jó szándék kevés. Mert van, amikor jó szándékkal vagyok, de egyszerűen egy másik erő működik bennem, amelynek a hatására pont ellentétes dolgokat teszek azzal, mint amit magam is szeretnék. Tehát azt a törvényt találom magamban, hogy miközben a jót akarom tenni, csak a rosszat tudom cselekedni. Mert gyönyörködöm az Isten törvényében a belső ember szerint, de tagjaimban egy másik törvényt látok, amely harcol az értelmem törvénye ellen, és foglyul ejt a bűn tagjaimban lévő törvényével. Én nyomorult ember, kiszabadít meg ebből a halálra ítélt testből. Hogyan tudnék saját magam fölött győzni? Hogyan tudnék felülkerekedni azokon az indulatokon, azokon a belső rossz erőkön, amelyek miatt saját magam teszem tönkre a magam vagy a környezetem életét? Így mondja Pál apostol, hogy én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg ebből a halálra ítélt testből? A válasz az, hogy Isten, Jézus Krisztusban. Ugyanis amikor valaki Istennel él, akkor Istennek az ereje megjelenik az életében. És segít neki akkor, amikor ezeket a pillanatokat éli. Jézus Krisztusban van az erő ahhoz, hogy felül tudjunk kerekedni a saját gyengeségeinken. Azon a rosszra vívő kényszerítő erőn, és minden olyan gyenge pillanaton, amelyben érezzük és szembesülünk vele, hogy mi kevesek vagyunk. A negyedik válasz a kérdésre, hogy miért nem megy Isten nélkül, így hangzik, hogy Isten nélkül nincs védelem. Ugye emlékeztek, mondtam, néha úgy érezzük, hogy az egész világ összeesküdött ellenünk. Néha olyan, mintha nem egyszerűen csak mi lennénk és a látható dolgok, hanem mintha valami láthatatlan ellenség, láthatatlan erő próbálna romlásunkra törni. Ha éreztél már ilyet, akkor helyesen érezted, és nem jártál messze az igazságtól, ugyanis a Biblia kijelenti nekünk, hogy a látható világot körülveszi egy láthatatlan világ. Az anyagi világot egy szellemvilág. És ebben a szellemvilágban nem csak Isten angyalai vannak ott, hanem vannak gonosz angyalok, ott van maga a sátán, és ott vannak azok a démoni lények, amelyek az ártásunkra törekszenek, a romlásunkra törnek. A Biblia azt írja az Efézusi Levél 6. fejezetének a 10. versétől. Végül pedig erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében. Öltsétek magatokra az Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben. Mert a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság szellemei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak. Figyelitek, mit mond a Biblia? Hogy amikor ilyen harcokba kerülünk bele, akkor gyakran ezeknek a harcoknak, küzdelmeknek az az oka, hogy ez a tisztátalan, gonosz szellemvilág ellenünk támad. És támadják a gondolatainkat, támadják az érzelmeinket, támadják a testünket, és ha támadnak, akkor mi egyedül kevesek vagyunk velük szemben. Ezért van az többek között, hogy az emberek élete tönkre megy. Mert akkor, amikor a sátán, az igenis valóságosan létező gonosz szellemvilág támadásba lendül ellenük, akkor nincs az az erő, amellyel érdemben szembe tudnának szállni vele. De mit mond a Biblia ezen a helyen? Hogy erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében. Ha Isten nélkül élsz, nincs védelem az életeden. Ha viszont megismered Istent, és közösségbe kerülsz vele, akkor az ő személyében lesz védelmed. Az ő személyében lesz erőd arra, hogy szembeszállj és győzz az ilyen pillanatokban is. És az 5. válasz arra a kérdésre, hogy miért nem megy Isten nélkül, az pedig így hangzik, hogy mert Isten nélkül nincs megoldás. Mire? A halál kérdésére, és arra, ami a halál után következik. Ugyanis mi nem fogunk megsemmisülni, amikor meghalunk. Egyszerűen csak elköltözünk. Isten minden embert örökkévaló lényé teremtett.
Ezért is van benne a szívünk mélyén az örökké valóság utáni vágy. Ezért keresi az ember régtől fogva az örök élet titkát, az élet vizét, meg mindenféle ilyen dolgokat, mert az Isten beleteremtette az emberbe az örökké valóság utáni vágyat. Örökké való lények vagyunk. Amikor meghalunk, csak a testünk mondja fel a szolgálatot, és csak a testünk pusztul el. De mi magunk, a lényeg, a szellemünk, a lelkünk tovább fogunk költözni. Vagy Isten jelenlétébe megyünk a mennybe, vagy Isten jelenlétéből kizárva a pokolba. És ez nem választás kérdése. Ez nem attól függ, hogy én akarom-e, hogy így legyen, vagy nem akarom, hogy így legyen. Ez, ha elérkezek addig a pontig, meg fog történni. A választás kérdése az, hogy hova megyek tovább. Én dönthetek, hogy a mennybe fogom folytatni, vagy a pokolba fogom folytatni. És ez az, ami miatt nincs megoldás Isten nélkül. Ugyanis, ha valaki Isten nélkül éli az életét ezen a földön, akkor Isten nélkül fog maradni az örökké valóságban is. Olyan nincs, hogy most Isten nélkül élsz, és amikor meghaltál, elköltözöl, akkor hopp, Isten jelenlétébe kerülsz. Most kell eldöntened, hogy Istennel vagy Isten nélkül kívánod-e tölteni az életedet ezen a földön, és azt követően majd az örökké valóságban. Isten készített számunkra egy megoldást. Erről a megoldásról beszél Jézus a János Evangélium a 3. rész 16. versében, amikor azt mondja, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, az el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Isten pontosan tudja, hogy ha mi nélküle élünk, és nélküle halunk meg, akkor el fogunk veszni. Akkor arra az örökké való helyre kerülünk, ahol az ő szeretetéből, az ő jóságából nem lesz semmi, hanem ahol védtelenül örökre ki leszünk szolgáltatva a gonosz lények gyötrésének és kínzásának. És Isten pontosan tudja, hogy most ezekben a pillanatokban is ez történik számos emberrel. Minden percben emberek sokasága ér a földi élete végére, most is. Amióta beszélek ezen a világon, nagyon-nagyon sok ember jutott erre a pontra. És Isten pontosan tudja, hogy azok az emberek, akik nélküle maradnak, azok el fognak veszni. A bűneik miatt, a hitetlenségük miatt, a gonoszságaik miatt, amelyek nem engedik őket az Isten jelenlétébe. Tudjátok, Isten tökéletes, és a menny is egy tökéletes hely. Nincs benne semmi gonoszság, semmi hiba, semmi olyan, ami nehézséget vagy frusztrációt okozna. De mivel Isten tökéletes, és a menny is tökéletes, ezért a mennybe csak tökéletes emberek mehetnek. Olyanok, akik soha nem vétkeztek, soha nem tettek semmi rosszat, soha nem gondoltak semmi rosszat, akik soha nem vétettek, nem azt mondom, hogy Isten törvényei ellen, hanem azt, hogy a saját lelkiismeretük ellen. Ha te el tudod mondani, hogy soha nem vétettél a saját lelkiismereted ellen, soha nem vétettél az Isten törvényei ellen, akkor mehetsz a mennybe. De egyetlen ember sincs, aki ezt elmondhatná magáról. Nincs megoldás számunkra Isten nélkül. Viszont azt mondja a Biblia, hogy Isten mivel szeretett bennünket, és most is szeret, és nem akarta, hogy elveszünk, ezért az ő egyszülött fiát áldozta fel, értünk. Ő a názareti Jézus, aki itt élt ezen a földön, egyetlen emberként soha nem szegte meg Isten törvényeit, soha nem vétett a saját lelkiismerete ellen, és mint tökéletes, tiszta ember végül helyettünk feláldozta magát. Amikor a kereszten meghalt, akkor a mi bűneinkért járó büntetést vette magára. Azért, hogy nekünk Isten eltörölhesse a bűneinket. Aztán a harmadik napon feltámadt a halálból, valóságosan, most is él. És az az üzenete minden ember számára, hogy nálam van a megoldás. Hogyha szeretnéd Isten jelenlétébe tölteni az életedet, nem csak ezen a földön, hanem az örökké valóságban is, akkor fogadd el Jézus Krisztus megváltását. Valld meg Isten előtt, hogy bűnös vagy, hogy hitetlen vagy, hogy tökéletetlen vagy, és minden olyan dolgot, ami teher, fájdalom, nehézség volt az életedbe. És add át Jézus Krisztusnak. Fogadd el, hogy Jézus helyetted megbűnhődött a kereszten, és Isten megbocsát neked. Eltörli a bűneidet, és többé nem lesz, ami távol tartson ez a jelenlététől. És ha úgy halsz meg, hogy rendezted Jézus Krisztusban a kapcsolatodat Istennel, akkor vele mehetsz, vagy hozzá mehetsz az örökké valóságba.
Ezért nincs megoldás Isten nélkül a halál és az örökkévaló sorsunk problémájára vagy kérdésére. A János 14.6-ban azt mondta Jézus, én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, csak is én általam. Kedves barátaim, kedves hallgatóm, nincs más út az Istenhez. Egyedül Jézus Krisztus. Nem az a lényeg csak, hogy higgy valamiben. Nem az a lényeg csak, hogy legyen egy Istened, hanem az a lényeg, hogy megtaláld az egyetlen valóságos Istent. És megtaláld azt az egyetlen utat, amely ő hozzá vezet. Ő pedig egy személy, Jézus Krisztus. Szóval évezredes tapasztalat, hogy nem megy Isten nélkül. Biztos vagyok benne, hogy mind közösek vagyunk abban, hogy jó életet szeretnék. Biztos vagyok benne, hogy mind közösek vagyunk abban, hogy boldogok akarunk lenni. Fel kell, hogy ismerjük, hogy Isten nélkül nem megy. Sok tékozló fiú van ma is a világban, aki úgy gondolja, menni fog Isten nélkül is. Menni fog az én atyám nélkül is. De előbb-utóbb fel kell ismernie, hogy nem megy. Szeretném elmondani, és szeretném hangsúlyozni, hogy jó Istennel élni. Olyan érthetetlen oknál fogva, sokan azt gondolják, valahogy félnek attól, hogy az Istennel nem jó. Úgy gondolják, hogy az Istennel nem jó. Hát szeretném elmondani, hogy az Isten jó. És az Istennel élni jó. Akkor, amikor távol akarod tartani magadat Istentől, akkor nem is tudod, hogy mit teszel. A Teremtőtől, az Alkotótól, ennek a világmindenségnek a jó Istenétől akarod távol tartani magadat. Ennél öngyilkosabb elképzelés nem is létezik. És valami érthetetlen oknál fogva mégis sok ember úgy gondolja, hogy ő Isten nélkül akarja élni az életet. Miért akarnád az életedet élni a jó Isten nélkül? Nem is értem. Ahogy gondolkodtam ezen, nekem három lehetséges válasz jutott az eszembe, hogy miért vannak mégis emberek, akik Isten nélkül akarnak élni. Szerintem az egyik az, hogy mert nem ismerik őt. Vagy félreismerik. Nem ismerik Istent. Vagy félreismerik őt. És ezért óckodnak attól, hogy közelebb kerüljenek hozzá. A másikok, hogy mert a szívükben lázadók. Tudják ők, érzik ők, hogy van Isten. De nem akarnak az Istennel élni. Valahogy ott van ez az Istennel szembeni lázadás a szívükben. A harmadik lehetséges magyarázat pedig az, hogy inkább a bűnben szeretnének élni. Ők inkább olyan dolgokat szeretnének csinálni, amiről tudják, hogy nem egyeztethető össze a jó Istennel. És nem tetszene neki. Ezért inkább a sötétségben maradnak. És ezt választják. Nem tudom, hogy te milyen cipőben jársz. Hogy most, hogyha magadban nézel, mit tudsz mondani? Te Istennel élsz, vagy Isten nélkül? Ha Isten nélkül, akkor miért? Mert nem ismerted fel, hogy szükséged van rá? Vagy azért, mert egyszerűen lázadó vagy csak? Vagy inkább a bűnben szeretnél élni? De van egy üzenetem hozzád. Gyere! Gyere haza! Hidd el, nem fog menni nélküle. Még próbálkozhatsz. Még futhatod a köreidet. Még keresheted a válaszokat. Lehet, hogy még van 15 éved neked is. De el fogsz jutni egyszer arra a pontra, ahova a tékozló fiú eljutott. Amikor fel kell, hogy ismerd, hogy nem megy Isten nélkül. Ha ezt beismerheted hamarabb, akkor miért tennéd később? Ha élhetsz az Istennel is, akkor miért ne tennéd? Jézus érted is meghalt. Számodra is ott van a megoldás. Csak hozzá kell fordulnod. Hogyan teheted ezt meg? Hogyan élhetsz Istennel? Egyszerűen kell egy döntést hoznod a szívedben. Eldönteni, hogy bár eddig Isten nélkül éltem, ő nem játszott szerepet az életemben, de mostantól kezdve vele fogok élni. Hogyan? Úgy, hogy Jézus Krisztust elfogadod. Mert ő az ajtó Istenhez. Ő az út Istenhez. Fogad el, hogy Jézus meghalt a te bűneidért.
Ismert be minden hitetlenségedet és törvényszegésedet, tévegésedet. Kérd az ő bocsánatát, és vedd igénybe az ő helyettesítő áldozatát. Úgyhogy megszólítod őt, mondd el neki, valóságos személy, beszélhetsz vele. És amikor őszintén megszólítod őt, és elmondod mindezt neki, érezni fogod, hogy ő ott van, hogy megérint, és hogy elkezd belül megváltoztatni. Szóval, gyere haza! Gyertek, imádkozzunk!